Megkezdődött a Lengyelország területén élő ukrán állampolgárok toporzása az önkéntes ukrán légióba. Közölte pénteki Varsói sajtó Vladislav Kosinak Kamis, lengyel kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter. A lengyel hadsereg szeptember 1-től készen állt az ukránok kiképzésének elindítására, de akkor még nem jelentkezett elegendő számú önkéntes, mondta a nemzetvédelmi miniszter. A sajtó jelenlévő Pavel Zalewski, lengyel nemzetvédelmi miniszter helyettes kiemelte, a kelet-lengyelországi Lublin városában működő ukrán konzulátus ezen a héten indított toborzást. A kiképzés azt követően kezdődik meg, hogy összeáll majd az első, több száz főből álló önkéntes csoport. Hozzátette egy másik Európai Uniós program keretében Lengyelország korábban már több mint 20 ezer ukrán katonát képezett ki. Az ukrán önkéntes légió lengyel lengyelországi felkészítéséről. Júniusban Donald Tusk lengyel kormányfő állapodott meg a Lengyelországba látogató Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Akkori bejelentés szerint a kiképzés lehetővé tenni a Lengyelországban, valamint más európai országokban tartózkodó ukrán állampolgároknak, hogy részt vegyenek hazájuk védelmében.